Kedves néző, kedves érdeklődők, most egy olyan könyvről szeretnék beszélni, amely tudománynépszerűsítő céllal íródott. Azonban hiánypótlónak mondanám, a szakirodalomban is viszonylag ritkán jelenik meg monografikusan, különösen ilyen gyönyörű illusztrációkkal kötet Erdély pénzeiről. Erről a könyvről van szó, amelyet Tóth Csaba szerzett, írt, és ahogy már a fedőlapon is látják, bár ugye talán így közelebbről még inkább látható, hogy gyakorlatilag egy gyönyörű domborműves fedőlapja van a kötetnek, tehát ez is a Martin Opitz kiadó, ugye hát gyakorlatilag keresztapjának és édesapjának, Tóth Csabának ugye a munkáját dicséri, ugye a kötet fedőlapja is már biztosíték arra, vagy hát jól jelzi azt, hogy milyen kiváló minőségű munkát találunk, legalábbis a képanyagában minden bizonnyal egyike az egyik legszebb munkáknak. Ahogy a kötet méretét már talán látják, ugye abból kitűnik, hogy nem egy vaskos kötet, tehát emészhető, könnyen forgatható, bár igen méretes, albumszerű kötetről van szó. Magyarán a tudomány népszerűsítő munkák méretéhez és kiadásához, formavilágához jól illeszkedik ez a munka. Erdély pénzei a Lucy Maghoz aranyoktól a Gyulafehérvári veretekig címmel vagy alcímmel jelent meg az a kötet. Mint említettem már, értelemszerűen Tóth Csaba neve a Martin Opitz kiadóval szorosan összefügg, tehát maga a kötet az a Martin Opitz kiadónál jelent meg 2023-ban. És nagyon egyszerű elvet követ a kötet, kronológiai sorrendben mutatja be az Erdélyből, Erdély történetéből származó érméket. Gyakorlatilag a köteten végig lóagolva, végig olvasva ezt a egyébként nagyon olvasmányos, nagyon egyszerű és ugyanakkor rendkívül látványos, valóban minőségi fotókkal díszített kötetet, azt fogjuk nem csak egy érem történetet, nem csak egy numizmatikai bevezetőt kapunk a szerzőtől, nem csak az Erdély területén föltárt hatalmas mennyiségű éremleletnek, kincsleletnek a gyakorlatilag összefoglalóját látjuk itt, hanem egyben Erdély történetéből is egy nagyon izgalmas, egy nagyon fontos szeletet kapunk, hisz kronológiai sorrendben mutatja be a pénzverés erdélyi történetét, azokat a kultúrákat, azokat a népeket, azokat a történelmi korszakokat, ahol Erdélyben, vagy amelynek keretén belül Erdély az európai pénzverés, éremverésnek egy központja lesz. Ugye értelemszerűen már a cím és a kötet hát, kivitele is jelzi az arany szint, ez pedig ugye értelemszerűen a Kárpátok egy legfontosabb természeti erőforrására, vagy hát kincseire, az aranyra, az aranybányászatra utal. Ugye Alburnus Major, az egykori római aranybánya, később ugye Verespatak lesz gyakorlatilag Erdély történelmi vonzerejének egyik alapja már a korai ókorban, a késő őskorban. Ugye a bányászat, az aranybányászat az nagy eséllyel a rómaiak idején indul el, bár folyókban és mondjuk úgy manuális módon tisztították az aranyport és az aranyt különböző folyókból, tehát az aranybányászat, illetve az aranynak a kisajtolása az már az őskor végén is valószínűleg jelen van Erdélyben, de az éremverés az valóban a klasszikus ókorban kezdődik, nevezetesen amikor Erdély területe gyakorlatilag a görög világgal kerül kapcsolatba, a hellenisztikus világgal kerül közeli kapcsolatba, elsősorban kereskedelmi kapcsolatokról beszélünk, illetve presztízsjavak formájában érkeznek ezek az érmék. Tehát gyakorlatilag a görög világnak az érméivel indul ez a történet. Erdély földje tele van olyan érmékkel, amely különböző hellenisztikus királyságok, a Trák királyság, vagy akár Makedónia
de akár délebbi vidékek és területekről is ide származott érméket tartalmaznak. Később pedig ugye római köztársaság kori dénárok és érmék is megjelennek, valamint helyi vagy a Pontus vidéki királyságok által vert érméket is találunk itt. Tehát ezekkel a Krisztus előtti 3.-4. században már megjelenő érmékkel indul gyakorlatilag az erdélyi érem történet, numizmatikai forrásoknak a története, és ugye értelemszerűen az ókor legfontosabb forráscsoportját a római érmék fogják adni, azok az érmék, amelyek ugye gyakorlatilag a hivatalos bányászat, az aranybányászat is elindul. Nagyon kevés szó esik a kötetben, de azért érdemes megemlíteni a híres koszon érméket, ugye, a dákoknak a híres érméit, amely hát százszámra kerültek elő, főleg a 90-es években, amikor sajnos Romániának ugye nincs még hivatalosan örökségvédelmi törvénye, tehát rengeteg fontos tárgy, többek között a híres, méltán híres, ugye dák arany karperecek is kikerülnek az ország területéről, ebben az időben keletkeznek, vagy ebben az időben kerülnek fekete piacra azok a dák aranyérmék, a koszon érmék, amelyekről már a 15-16. Század óta tudunk, hogy léteznek. Decebalus király kincsével azonosították, amely ugye irodalmi forrásokból jól ismert történet, és hát gyakorlatilag ezeknek az érméknek szinte minden évszázadban van egy-egy fölbukkanó példánya, vagy kincslelete, éremlelete, amely az újabb aranyrázat okozott, vagy indított el a hátszegvidéki dákvárak környékén. Elsősorban Szálmiszegetusz a régia területén, ugye a dák főváros az, amely valóban rendkívül gazdag volt aranyérmékben, úgynevezett koszon érmékben. De szó esik itt például a híres krasznai aranyrudakról is, gyönyörű fotókat látunk itt ezekről. A képek minősége valóban lenyűgöző, hatalmas mennyiségű, és tényleg a legjobb minőségű, album minőségű fotókat látunk. Ezek egyik oka, hogy Tóth Csaba ugye egyrészt a Nemzeti Múzeum régészeti és numizmatikai anyagához hát könnyen hozzáfér, másrészt több olyan kiadványon és köteten tanulmányon dolgozott, ahol már egy meglévő képanyaggal rendelkezett, illetve hát a Martin Opitz kiadó úgy látszik, hogy azért a fotóanyaggal viszonylag könnyen bánik, vagy igyekszik olyan fotókat felhasználni, amely ugye már nem jogdíjas fotók. Az internet ma már rengeteg olyan fotót ajánl, amely ugye nem jogdíjas. Szó esik az erdélyi nemes ércbányászatról is, természetesen Verespatak és környékének a híres bányáiról, és aztán ugye a pénzverési technikákról az ókorban és a középkorban. Néha térképek is díszítik a kötetet, igen egyszerűek, de nagyon olvasmányosak és hasznosak. Aztán ugye a középkor, Erdély szerves része a Magyar Királyságnak több mint 500 éven át, ugye Mohácsig, illetve még azt követően is egy ideig, az erdélyi fejedelemség létrejöttéig, ugye a 16. században, és amikor ugye gyakorlatilag saját éremveléssel fog rendelkezni, addig pedig ugye az Árpád-házi királyoknak és az Anzsuknak, majd a Jagelló királyoknak a pénzeit fogjuk megtalálni Erdély földjeiben is. Ezekről is szó van, illetve azokról a nagyobb erdélyi városokról, ahol ugye pénzverési joggal rendelkeztek, illetve kincsleleteket találtak. Tehát ezeket is bemutatja részletesen a szerző. Különböző pénznemekről, pénztípusokról is szó esik, részletesen elmagyarázza, mi az az obulus, mi az az aranyforint, mi az a garas, mi az a dénár. Tehát azok a pénznemek és kategóriák, amelyek ugye a középkori
numizmatikai forrásokat képezik gyakorlatilag. Mint említettem, tehát emlékérmék is megjelennek ekkor már a 15-16. Században, és ezeket is részletesen bemutatja a szerző, tehát egy nagyon látványos, egy nagyon szép kivitelezésű fotóanyag, amely a különböző érem típusokat is bemutatja. Kolozsvári érem leletekről is szó esik, nagyszebeni érmékről is. A fejedelemségre nagyon részletesen kitér, egyrészt fejedelemség történetére, címerekre részletesen bemutatja a különböző fejedelmek és nemesi családok címereit, ugyanis ezek alapvető források az érem meghatározásban is, tehát kitér arra is, hogy például egy numizmatikus, egy numizmata hogyan dolgozik, melyek azok a forráscsoportok, ikonográfiai szempontok, amelyek alapján egy érmét könnyű meghatározni. Tehát aki ezt a könyvet végig olvassa, az egyben címertanban, heraldikában, de numizmatikában is igencsak jártas lesz, valamint, mint ahogy említettem, elengedhetetlen, hogy egy ilyen jelentős történelmi alaptudást is szerez Erdély történetéről, hisz az érmék azok ugye fejedelmekhez kötődnek a 16. Századtól kezdődően. A fejedelmek története, ugye érméinek a változása, a címerek változása, a jelszavak változása ugye az érmék hátoldalán, a különböző emlékérmék története, az pedig ugye Erdély történeti változásait, történeti pillanatait, fontosabb eseményeit tükrözi. Tehát egy olyan kötet, amely az érmékről szól, az elengedhetetlenül ugye Erdély történetéről is szól. Ugye ez a kötet aztán kitér azért a Magyar Királyság, vagy az egykori Magyar Királyság többi nagy bányáira és éremverési központjaira, Kassára, Körmöcbányára és más települések is megjelennek itt. Értelemszerűen Martin Opitz is kapott egy oldalt, hisz ugye a híres neves német Vergilius néven ismert ugye szerző, az ugye a könyvkiadó névadója. Ő igen fontos egyrészt az erdélyi numizmatika történetében, az erdélyi aranybányászat, hát leíró jellegű deskriptív bemutatásában, de úgy általában Zalatna, Ambrudbánya és megannyi más településnek a jó ismerője volt Martin Opitz, illetve románság és magyarság történeti forrásaihoz is fontos adalékokkal szolgál. Vannak igazán izgalmas alfejezetek, esettanulmányok, például a buzogányok hogyan jelennek meg az erdélyi fejedelmi érméken. Ezeket gyönyörűen illusztrálja nem csak érmékkel, hanem fejedelmi buzogányokkal is a szerző, tehát valóban rendkívül látványos kötetről van szó. Gyulafehérvár értelemszerűen a fejedelemség korában elengedhetetlenül nagy szerepet kap a kötetben, és megjelennek aztán azok a szokatlan érmék, mint például Brandenburgi Katalin gyönyörű, díszes hát dukátja, amelyek ugye ez gyakorlatilag egy kivételes példái az erdélyi numizmatika történetének. De ugyanígy a Rákócziak korából is számos rendkívüli megszámító egyedi éremtípus jelenik meg. Ezeket tehát mind nagyon-nagyon részletesen bemutatja, egy-egy fejedelemnek több oldal is van szánva, illetve ugye kitér egy-egy városra, és végezetül ugye ezekkel a rendkívüli apafiféle csillag alakú, illetve félhold alakú, hát nem is tudom, minek nevezzük ezeket a tárgyakat, ugye, mert gyakorlatilag ezek úgynevezett dukát csegejék, ugye, ez a hivatalos nevük, gyakorlatilag ezek egyedi sajátos érmék, amelyek
amelyeket apafi uralkodásához kötnek. Fogaras városa, Nagyenyed városa is szóba kerül, pénzes edények is megjelennek itt, és végezetül ugye a Habsburgok Erdélye, az 1686 utáni időszak, amikor Erdély is a Habsburg birodalom részévé válik, ugye Habsburg uralkodók pénznemeit fogjuk nagy mennyiségben itt megtalálni, és hát ezekről is szó esik, igaz, jóval rövidebb formátumban. Ugye Mária Terézia érméről gyönyörű illusztrációt találunk, tehát ezt is gyönyörűen összeválogatta a szerző. És ugye az osztrák-magyar monarchia hát hatalmas éremgyűjteményéből egy válogatást látunk itt gyakorlatilag. Itt érdemes kiemelni az úgynevezett koronázási emlékérméket, amelyek megint csak ugye a magyar koronázás történetének sajátos forrásanyagát képezik. Erről ugye Kolozsváron volt egy hát, kicsi botrányosra sikeredett, de a szakmailag annál értékesebb kiállítás. Tehát ezekről is szó van. És végezetül ugye egy gazdag szakirodalmi jegyzékkel zárja a mintegy 160 oldalas kötetet a szerző. Tehát bár a kötet, ugye, mint látják, nagyon viszonylag rövid, olvasható, rendkívül színes, rendkívül jó minőségű fotókat látunk benne, és viszonylag megfizethető áron vehető meg. Tehát Erdély történetének egy sajátos forráscsoportjával, az érmékkel foglalkozik. Amatőr numizmatáknak talán egy kicsit egyszerű, de a nagy közönségnek, diákoknak, akár az történelem iránt érdeklődőknek egy rendkívül érdekes, izgalmas, és úgy gondolom, hogy hiánypótló munka, úgyhogy nagy szeretettel ajánlom azoknak is, akik Erdély történeti iránt érdeklődnek, azoknak is, akik a numizmatika, az érmék története iránt érdeklődnek.